Bertus és remélés a labda mögött a szabadrúgásnál. Pedig távol van a kaputól a labda, úgyhogy szinte biztos, hogy ez nem lesz kapura lövés. Remili. Fejes viszont itt is van, ott a válasz rögtön. 1-1. Másfél percen belül két gólt is láthatunk a mérkőzésen. Most a Paks talál be. És szintén egy fejesből Remilinek is járnak a pacsik, mert hogy ő ívelte középre a labdát. Megmondom őszintén, elsőre nem láttam, hogy ki fejelte be. Pap Kristóf a gólszerző. Ő csúsztatta meg.